Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és játszani fogunk egy picit hát meglepő játékkal. Nem nagyon szoktam horror játékokkal játszani, de tegnap bejelentették a Silent Hill The Short Message játékot, és meg is jelent. Mármint, hogy úgy jelentették be, hogy már játszható, szóval ezzel fogunk játszani. Ez egy rövid kis Silent Hill szösszenet. Hát, hogy mennyire rövid, azt majd meglátjuk. Elvileg olyan 2 óra körülbelül a gameplay. Majd persze meglátjuk, mert hát róla van szó, szóval lehet, hogy több lesz. Így van, a csendes dombbal fogunk játszani. A csendes domb a rövid üzenet. Csak hogy pontosan fejezzük ki magunkat. Szóval ezzel fogunk játszani, tegnap este bejelentették, úgyhogy nyomjuk is, PS5-ön van, nekem legalábbis, nem tudom, hogy máson megjelente, ingyenes, úgyhogy akár játszhattok vele ti is, ha van PS5-ötök, vagy ami megjelent, nyilván. Na, úgyhogy ez a mai program, elnézést a kicsi késésért, meg a műsorváltozásért, de most ez lesz. Na, úgyhogy akkor nézzük is. Igen, tehát itt a játék. Ha hangos vagy halk vagy valami, akkor szóljatok. Na, lássuk. Van autószív, nagyon jó. Oké, igen. Tehát találhatók benne olyan utalások öngyilkosságra, self-harm bántalmazásra, traumára, bullyingra, amik hát bizonyos emberek nem találnak majd megnyugtatónak, úgyhogy erre készüljetek fel. De hát ez egy horror játék, szóval itt sok minden előfordulhat. Na, beállítjuk a brightness-t. Tehát, hogy mindkettő látható legyen. Switch smartphone app. Na, erre kíváncsi vagyok. Jó, nézzük. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone. And need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. Okay. Thank you.
Okay, I want to show you something. Can you come to the villa? Oh, yeah. Maya told me to come here. Okay, adok rá egy pici hangot, de szóljatok, hogyha sok. Vagy ha még kell. Nem tudom, hogy elég lesz-e. Megérte a 10 fontos csirkés szendvics? Nem, de nagyon finom volt. Meg nagyon éhes voltam, úgyhogy... nem tudom, hol vagyunk. Annyi megjegyzést mindenképp fűznék hozzá, hogy én játszottam a Silent Hill gémekkel, amikor megjelentek. Körülbelül, szóval nem tegnap. Úgyhogy maradjunk annyiba, hogy minden, ami Silent Hill, nagy vonalakban emlékszem rá, de részleteket azt nem. Tehát az eredetivel is. Hú, de nagyon-nagyon régen. Lehet, hogy ez nem pont amikor megjelent, hanem kicsit utána, de... nagyon régen. Jó, ...99. Hát igen, ja, biztos, hogy játszottam vele, csak mondom, lehet, hogy nem rögtön, ahogy megjelent, mert hát... akkor azért nem úgy mentek a dolgok, de... biztos, hogy játszottam vele. Nem tudom, nálam rohadt halk az a helyzet. Úgyhogy adok még rá egy kicsit. Na! Koncentráljunk ide. Welcome to the city of no hope. Oké. Okay. Notes. Plans to rebuild Kettenstadt fail at second time. Kettenstadt. Have suffered another major setback. Oh, oké. Okay. Jó, tehát hogy ezt a Kettenstadt. Nem tudom, hogy ez mi német, tehát nem tanultam soha. Tehát nem tud megépülni. Mert hogy a... hát foreign külföldi befektetőket elriasztott a koronavírus járvány okozta instabilitás. Ja, hogy a város ketten stát. Ja, hát stát, igen. Jó, oké. Okay. Tehát újra akarták építeni a várost. Oké. Okay. Korábban már a 2008-as gazdasági válság miatt is voltak gondok, aztán ugye japán befektetőket kerestek. Két kísérlet és két... Igen, hát itt igen a külső okok miatt, hát igen a 2008-as válság, mert a Covid járvány. Jó, kettens, tehát oké, akkor város, ez most már kiderült. Tehát, hogy a nehéz helyzetben van a munkanélküliség miatt. Ketten az lánc, jó. Hát így, hogy városnév így majdnem mindegy is. Már hogy mit jelent. Oké. Okay. Jó, és hát a városi tanács. Tanács. Council. Mindegy, a önkormányzat próbálja valamit csinálni, de egyelőre nem találták meg a megfelelő megoldást. Everyone's losing their futures, hence all adults are. A slave to the system. Minden felnőtt a rendszer rabszolgája. Hát igen, gyerekkoromban én is ezt gondoltam, hogy én majd nem leszek az. Hát... az lettem. Nem arról jöttünk? Arról jöttünk, nem? Yeah.
De itt nem volt semmi. Nézem, hogy lehet-e valamivel interaktolni. Oh. Ja, és akkor itt a terv. Jó, ezt kellett volna először elolvasni. Csak nem vettük észre. Tell me the long history. Hosszú története van. Igen. Korábbi években, a 20-as éveiben járók tömegével hagyták el a várost. Igen, itt meg már kínai befektetőket emleget, hogy azzal hát, ha újra lehet építeni. A revitalization. Az a... hát a jelmondata ennek a újjáépítésnek. Igen, és hát a japán cégek által felhúzott épületek, ugye 2008-ban húztak fel, azok hát most problémásak, ugye üresen állnak, és egy új tehát repurposing, tehát hogy valami új célt kéne neki adni. Igen, ilyenekről van szó egyébként Amerikában is, főleg ott a Bay Area-ban, hogy az ilyen nagy cégeknek a felhőkarcolóit így átalakítják, ahonnan ugye már kiköltöztek a cégek, tehát nincsenek meg, hogy ilyen lakásoknak átalakítani. Wow. So this place didn't always suck. Our parents dreamed of this? Tehát, hogy a cég nem, ez a város nem mindig volt. Hát igen. Where are you, Maya? Okay. Volt egy save. It's locked. De mi ez a hely? Ez egy villa? Nem úgy tűnik. Mert lehet. No exit. Nincs kiút. I'm trapped. I've always been trapped. Hát ez remek, valaki berakta a virágot a fagyóba. Information Session Flyer 2021. szeptember 28. Hát akkor ez a villa, jelentsen ez bármit. Nem ilyenre gondoltam, de hát Istenem. Aha, tehát hogy a management kapcsán több kérdés érkezett. Tehát az épület kapcsán, management of the building. Igen. Ha, tehát egy meetinget akarnak tartani, hogy a hát ezeket a policy-ket átbeszéljék. Oké. Okay. Nice. Maya? Amúgy jól néz ki ezek a... jók ezek a graffitik nagyon. Itt Londonban van egy ilyen bent... London központjában a Waterloo Station alatt egy tunnel. A Banksy Tunnel, azt hiszem az a neve. Rohadt jól néz ki, az egész alagút tele van graffitizve. Ilyen bárok vannak ott, meg ilyesmi, nagyon menő. Hoho, itt ég a villany. Meg a kontroller is akar tőlem valamit. Ó, itt egy... itt egy agregátor. Sör is van. Na jó.
About graffiti artist CB. Oké, okay, tehát egy graffiti művészként, tehát graffiti művészként csak festék és egy üres fal kell. Na hát. Jó, tehát Kettenstadtban nagyon sok ilyen apartmanház van. Ja nem, egy bizonyos apartmanháznak. Igen, egy bizonyos apartmanháznak a falai. Vászon számos művésznek. Igen, naponta egy új darab jelenik meg. Sajtad, hogy most ez fog a fülembe menni. Nem hallottam már szerintem olyan 15 éve. Na mindegy. Aha, és ez a CB itt dolgozik. Cherry Blossom, oké. Okay. Oké, okay, megkerestük. Igen, hogy mit tud mondani az új művéről. Igen. Annyit teszek, hogy megmutatom, hogy ezek a lányok mit éreznek belül, és mit nem mutatnak a külvilág felé. Hogy ha bármelyik lány úgy kapcsolatot talál, vagy úgy érez a festménnyel, akkor valószínű azért, mert hogy ugyanezt érzi belül. Jó, hát igen, ezek a lányok korábbi traumákat próbálnak átvészelni. És ezeket próbálja így megjeleníteni. Everyone can see how talented she is. I couldn't be more different. Jó, tehát mindenki látja, hogy mennyire tehetséges, mi meg nem lehetnénk ennél tehetségtelenebbek. Aha. Hát itt van egy ilyen mű tulajdonképpen. Did Maya do this? CB. Cherry Blossom. Ó, akkor ő Maya. That's Maya's signature. CB. She's amazing. The city's a blank canvas, begging for us to paint it with our hopes and dreams. I want to show the hidden side of girls, their impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. Menő, hogy ilyen videóbetétek vannak. How could I ever be proud of myself? Oké, okay, hát igen, ez a jelenkorunknak egyik úgymond népbetegsége. Oké, okay, hát menjünk tovább. Én ezt nem akarom. Nem lehet kimenni valahol. Ott van leeső a feje, érted? Nagy vértócsába. Who's there? Emily.
Ó, tehát azt érdeklődött, hogy jól van-e, mert hogy nem volt munkában tegnap. Ja, elaludt. Egész nap elaludt a munkából. Irigylésre méltó. Ne aggódj, hogy vagy. Jó, hát pihen. Amúgy jól van. Nem akart megijeszteni minket. Jó, még egy kicsit fáradt, de hamarosan összeszedi magát. Jó, egyébként a pittyegés a kontrollerből jön. That's a relief. Oké. Aki kicsit megszállott volt itt. Loser, creep, liar. What's with this place? Why all the sticky notes? Loser, stupid, liar, crazy, cry baby. She never said anything nice. Soha nem mondott semmi kedveset. Durva. Data rep jelentés. Child abuse, neglect Kettenstadtban. Tehát Kettenstadtban kétszer annyi volt a gyermekbántalmazás, mint az átlag európai országokban. De ez milyen már, hogy Other Developed Nations in Europe? Developed. Na jó, mindegy. Oké, tehát azt gondolják, hogy a gazdasági visszaesés az, ami a oka lehet ennél, és abból következő szegénység. Hát igen, ez mondjuk elképzelhető. Oké. My mom loved me. Akkor még valamit itt kell csinálnunk. De mit? Ja, vagy erre jövünk tovább. Oké. Az a visszafele volt. Megnézzük, hogy itt mi van. Antidepressants. I've taken enough medication. Antidepresszánsok. Vagy nem tudom, annak mi a rendes magyar neve, kedélyjavító vagy. Nem tudom. Lehet, hogy otthon is így hívják. Egy borotva. I'm sorry. I'm
sorry. Yeah. Mom. Mom. What? Boiler van eladó. Oké, menjünk. Mi van Anitával? Nem tudom, de én egy kicsit postam egyébként. Oké. Okay. Ja, hogy velünk mi van? What about you, Anita? Veszőt kéne tenni. Nem néztünk ki túl jól tegnap. Na, jó vagyok. Ne aggódj miattam. Márpedig én fogok. Szedem a gyógyszereim. Igen, azok fontosak. Mi a helyzet a terápiával? Hát, az nem sok mindenre jó, hogy őszinte legyek. Felnőttekkel beszélgetni nem segít. Van olyan osztálytársunk, aki kórházba került. Nem kell egyedül végigmenned ezen. Tudom, ha szükségem van valamire, szólok. Azok a srácok pedig megérdemelték. They feel bad, you know. Azt nem tudom most miről van szó, de tartsuk észben, hogy a srácok megérdemelték. And those guys deserved it. Rosszul érzik magukat, mindannyian. Oké. Okay. Na, nem megyünk visszafele akkor, gondolom. Már hogy másfele nem láttam utat. Maya? Hűha! Az ott jött? Az ott nagyon jött? Én hátra nem nézek, az hétszentség. Vagy a stúdióban vagyok. Hát ott voltunk az előbb. Maja, van itt egy szörny. Jól vagy? Oké. Okay. Aha. További öngyilkosságok ebben az épületben, tehát folytatódnak. Aha, tehát egy ilyen lakatlan, lepukkant apartmanház az öngyilkosságokról lett ismert, hogy tinédzser lányok vetik magukat a mélybe minden évbe. Tehát amióta ez a
development management cég nem foglalkozik már vele. Mármint, hogy csődbe ment, és nyilván emiatt senki nem foglalkozik vele. Ezért könnyen megközelíthető, tehát be lehet jutni. Aha. Jó, hát és az ilyen fiatal munkanélküliek. Bemennek, ott graffitisek vannak. Hát igen, ezt, amit láttunk is. Oké. Please, not Maya too. She has been acting weird lately. Ó, itt is egy... Aha, és ott van a... Ezzel jelképezi, gondolom, az ilyen belső problémáikat. Gondolom. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. With most flowers, the rot sets in, then they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms, though. They bloom beautiful, they fall beautiful. That's how I want my life to be. Why is she not replying? Come on! I have to find her. Okay. Van itt egy szőny, de azért mi menjünk tovább, keresgélünk. Hát bár hogyha tudnánk merre tovább menni. Erre tudunk menni. Hogy ne? Hát persze, hogy nincs már itt. Jó, akkor nem ott voltunk, mert azt keressük most, tehát a Maja stúdióját. Ó, itt ki lehet jönni az erkélyre. Hát valaki már kilopta a muskátlit. Visszatunk ide jönni. Amúgy rohadt jól néz ki a környezet, tehát... Aha. Tehát a fiatal generáció és a közösségi média. A közösségi média ködében. Tehát az összes megkérdezett tinédzser azt mondta, hogy szégyellik a posztolt fotókat. És azt is állították, hogy nagyon feszültek voltak, amiatt, hogy nem kaptak lájkokat. Hát igen. Aha. A legtöbb gyerekben az volt a közös, hogy extrém módon alacsony volt az önbecsülésük. Aha, és minél feszült anxiety. Nem fogom megtalálni a jó szót, majd írjátok be a chatbe, hogy mit gondoltok. Feszült, nem tudom. Tudom, mit jelent, csak... Na mindegy, minél feszültebbek voltak, és minél alacsonyabb volt az önbecsülésük, vagy magabiztosságuk, annál erősebb volt a reakciójuk valami pozitív dologra. Szorongás, talán az egy jó szó most ebben az esetben mindenképp. Anxiety, szorongás. Jó, legyen az.
Nem vagyunk pszichológusok, úgyhogy én ezt elfogadom. Aha, tehát az az érzés, amikor kaptak egy lájkot, az nehéz a felnőtteknek így megérteni, vagy felfogni. Mi több, még hogyha úgy elismerték őket, akkor sem tudtak pozitív van gondolkodni róla, és azonnal visszaléptek ebbe a kétségbeesett állapotba, hogy még több figyelmet keressenek, és még több figyelmet kerestek. Nehéz így fordítani. Aha, és akik pszichológiailag még nem értek meg rá, ezt a elég mérgező módot keresik arra, hogy elismerést találjanak. Toxic quest for validation. Ez egy jó kifejezés. Oké. Érdekes, hogy ezekre a csaj nem reagál semmit, tehát a főhősünk. De nem tudunk bejönni. Ez le van lakatolva. Hát azért pár flakon festék itt kiment. Creepy. Maya. I hope you're all right. Mi csak most lett creepy, eddig nem volt az. Emily, mit akarsz? Hogy gondolok-e a főiskolára? Persze. Szóval nem kell most eldöntenünk. Szóval... Szóval, ha egyszer elmész egy főiskolára, akkor már nem jössz vissza ide? Dehogy nem, néha. Hát igen. Aha, hát a szülők nem örülnének, hogyha születekben nem mennék haza. Ja, de azért még gondoljuk végig, hogy akkor megyünk egyetemre, vagy nem. Megmondtam, hogy nem megyek, nem nekem való. A tanulás nem az én... világom. Mondom, hogy segítek. Hát... Oké. Tehát nem tudom, mit csinálnék, hogyha bekerülnék egyetemre. Hát... Igen. Oké. Túl... Kemény vagy magaddal szembe. Légy büszke arra, aki vagy. Aha, és mi van azokkal a rajzokkal, amiket mutattál? Esetleg jelentkezhetnénk művészeti iskolába. Még egy munkát is találna. Nem vagyok Maja. Ja jó, akkor ez a csaj is... hát... rajzol, fest, akármi. Csak nem tartja magát olyan tehetségesnek, mint Maja. Oké. Emily doesn't get it. Gotcha. So you don't really like this place.
I get it. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. And my classmates talk about me. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is the world's your canvas. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. There's no way out. Nincs kiút. Igen, ez tényleg nagyon elkeseredett jellemre val. Aha, CB, lehet, hogy ez a stúdió. Maya, are you here? Hát... Is this your studio? Aha. Skizzenbuch. Oké. És itt mit lehet csinálni? Semmit. Ja, ebbe be lehet nézni. Are these Maya's sketches? These aren't even finished. And they look this good. Neked is jó jön egy ilyen stúdiós helyet adni? Hát igen. They seem happy. Boldognak tűnnek. Hát igen, de ez a külső, tehát... A new life. So full of life. Maya. Maya? Igen, itt vagyunk. De hol van? She reply. Where are you? Am I going crazy? Okay. Oh. It's beautiful. Who did Maya have in mind? Did you post this too? Even more followers. I lost followers. Followers here. I need to upload stuff like this to get as many likes as Maya. Sexy, loving it. Nem biztos, hogy azokra a lájkokra vágysz, megmondom őszintén. Stop with the boring photos already. No sexy stuff, no followers. Wow, you hate your followers? Congrats on reaching your follower goal. Come on! We want sexy pics already! Just stop! Please! A comment section.
Emily. I'm sorry. You have your own situation to deal with. I was out of line. I was thinking selfishly. I'm so sorry. No, I shouldn't have gotten mad like that. Thanks, Anita. I haven't accepted Maya's death yet. What? Huh? Why did she jump from the villa? Why did she have to die? Maya's dead? Wait. Maya's really dead? Shit. Akkor kiküldte az SMS-t? Ez a másik jó kérdés. Nem tudom, merre megyünk. Basszus, valami jön. Én nem nézem meg, mi az. Oh shit! Lehet, hogy ez Maya. Where am I? Főtünk a tetőre. Okay. Huh?
the villa? Why didn't I die? Megtaláltad, de mit? Nem mehetsz el, amíg nem találtad meg. Spameli. Okay. Passa. Most már sötét is van. Lemerült a... It's all your fault. This is all your fault. Bad things happen because of you. That's key. A baba feje még fönt van, csak szólok. Az micsoda? Ez mind a te hibád. What? Who would do this? Mindjárt leesik. Be tudtunk jut... Ja igen, ez a második része ennek a szorongásos tanulmánynak. Oké, tehát korábbi élmények ilyen korábbi traumatizáló élményei voltak. És akkor egyik őjük ilyen tragikus hős szerepét mutatta. Igen, és nevelőanyja bántalmazta. És hogy az igazi anyja valahol létezik, és ő szereti. Egy másik nő, másik lány pedig tehát a gyerekkori
sebeit ilyen stigmáknak látta. És hogy ezek a sebek ilyen, hát cherry blossom, ugye, ami a festményeken is van, akkor lehet, hogy ez pont Maja, akiről itt említést tesznek. Uh-huh. Tehát ezek a történetek, amikbe így beleképzelik magukat, ezek ilyen nagyon mély, ez egy ilyen nagyon mély vágy, hogy elmeneküljenek ebből a fájdalomból, meg öngyűlöletből. Minél nagyobb volt a traumájuk, annál nagyobb történetet festenek köré. És erre se reagál egyébként a főhősünk. Wait, it's back on. Hát föltöltöttük, na, hát... iPhone töltő mindenhol van. Itt a budi. Oké, horror budi check. Mehetünk tovább. És ez is, hogy össze van férkálva. How could somebody do this? What is this shit? Azt mondja. Some people really have nothing better to do. Wait. I bet it was these guys. Megjött a comment szekció. Oké. What's this? What's what? Jövünk tovább. This is just like before. Oké, tehát jobban vagy, igen, most már jobban vagyok, hogy kikeljek az ágyból, bocsi, hogy ilyen rossz barát vagyok. Szóval Maja tényleg hallott? Miért kérdezed? Mondd meg, kérlek. Én sem hiszem el, hogy elment, bárcsak ne lenne igaz. Teljesen jónak nézett ki, mielőtt megtörtént. Szóval Maja tényleg hallott? Anita, jól vagy? Alszol eleget? Asszem. Elég jó gyógyszereket kapok. És igen, és akkor megint, hogy gyógyszerek, oké, de mi a helyzet a terápiával? Nem sokat segít. You're so good to me, but you're leaving me behind. Ja igen, mert hogy ő meg elmegy főiskolára. Tehát, hogy oké, hogy jók vagy, jó hozzánk, de el fog menni. Tehát itt hagy. Maja tényleg nem mondott semmit? Nem. Csak arról a könyvről beszélt, amit legutóbb olvasott. Még mindig bűnösnek érzem magam, hibáztatom magam, amiatt, ami történt. Még hogyha nem is mondott semmit, tudhattam volna, hogy valami történni fog. Did Maya really not say anything? Like, at all? So what'd you think of the book? What book? The author killed themselves when they were young. Something beautiful from something tragic.
It's kind of enchanting, isn't it? I wonder what they were thinking right before they died. Anyway, I didn't think you'd share your thoughts in a letter. You really are shy, aren't you? Actually, kinda like that, though. You write in a really flowery and passionate way. I can't wait to read more. Okay. Letters. Levelek. Aha. Valami könyvet említett, akinek a szerzője öngyilkos lett, miután megírta. És azon tanakodott Maja, hogy vajon mit érezhetett, éppen mielőtt meghalt. Benézzünk ide a trash roomba. Hát itt szemét van. Itt egy papír. Hatefield notebook. This is all your fault. Everything. Minden a te hibád. Egy szívtelen ribanc vagy, bocsánat. Elloptad az egyetlen barátomat. My place in this world. Igen. És nem is érdekelt. Láthatatlan vagyok a számodra, utállak. Nem vagy tehetséges, nem vagy különleges. Ezeket a szarfoltokat nevezed művészetnek. Minden tönkretettél. A többit értjük. De vajon ez ki írhatta? Csak nem Emily? Csak nem. Hogy ezt mi írtuk Majának? Deutschland Medical University School of Medicine. De... az osz név? Medical University School of Medicine. Kedves Gólya! Üdvözlünk a Deutschland Orvosi Egyetemen. Nem kreatív neve van. Nem tudom, hogy van-e ilyen egyébként. Ez az egyetem Európa egyik legidős, legrégebbi. Hát 1709, jó, nem ma volt, na, azt meg kell mondani. Igen, a kutatóközpontunk mindenkit vár. Oké. Tehát ez az orientation, nem tudom, ez beiratkozás, vagy mi ez? Igen, a központi előadó. Hordj maszkot. This is for the college Amelie wants to go to. Oké, ide akar menni Emily. Van egy perced? Bánt valami? Kicsit olyan fura voltál az imént. Kösz, jól vagyok. Aha. Igen, bocs, hogy felhoztam, nem akartalak zargatni. Na, semmi gond. Elmentnénk valamikor vásárolni. Ezer éve nem hagytam el a házat. És még a bátyám is jön. Oké. Okay. Menjünk. Oké. Okay. Csak nem akarok vele találkozni. Veszünk valami aranyosat. Kösz. Nem vagyok a
tömegek híve. Nem szereti a tömeget. Én semmi nem néz ki aranyosan rajtam. Ne beszélj így. Túl kemény vagy magaddal. Jó nézek ki. Csak kell a megfelelő viselet. Jó, legyen cuki. Cute, cuki. Oké, cuki lesz. Too hard on myself, huh? Amelie's the only one who thinks that. Budi henger az fogyott. Na menjünk. College Prep Diary. Aha, tehát ez ilyen napló. Nem tudtam tanulni, amikor a bátyám visszajött a karácsonyi szünetről. Aha, kedves meg nem zavar a tanulásom során, de nem tudom elviselni, hogy folyamatosan bámul. Hát mondjuk azt éppen megértem. Aha, lehet, hogy csak messzín ugratott korábban, vagy szórakozott velem, de azóta is félek tőle. Emiatt minden srácot utálok, ha rám néz. Nem hiszem el, hogy más lányok képesek a iskolában, vagy a városban úgy mászkálni, olyan hát kevés ruha van rajtuk. Jó. Na, a flow-ba került, hogy a eredményeim most már, tehát a vizsga eredményeim most már kezdenek jók lenni. Igen, a szüleim nagyon sokat veszekednek mostanában. Kiabálnak egymással. Megkérdeztem anyut, miért, de nem válaszolt. Stop, Soros, ne ijeszges. Hello, hello, szép estét. Meg, amúgy. Oké, na, tehát itt vagyunk. Holnap vizsga. Anyu azt mondta, hogy legyek büszke magamra, mert hogy keményen dolgoztam. És emiatt jól is érzem magam. Nem az igazi anyám, de tudom, hogy szeret, és én is szeretem őt. Aha, inasba fogom tenni ezt a vizsgát holnap. Oké. Újabb napló. Aha, ismét a tanulmányaimra koncentrálok, szóval egész éjszaka fent leszek. Nem tesz jót a bőrömnek. Trollnak, meg mit tudom én, minek hívnak, de nem érdekel, nagyon helyes. Oké. Egyetemre akarok menni. Aha. Jó, anyuék arra számítanak, hogy minden rendben lesz, oké. Na, tessék tanulni. Oké. Fater arról beszélt, hogy van valami terv, hogy újjáépítsék a várost. Igen, erről olvastunk is. Kínából keresnek befektetőket, de mindent, tehát mégse lesz semmi a Covid-járvány miatt. Aha. Hát igen, sajnálja, mert hogy ugye itt nőtt fel, meg itt született, meg mit tudom én.
Hát mindig ez egy szeméttelep ez a hely. Ja. Igen, a jövőmet nem itt képzelem el, hanem a városban. Ha ott vár az egyetem. Ha le kell lépnem, jött a bátyám, visszajön. Nerd, hát igen, kocka. Ja. Vagy Streber. Régen volt egy ilyen szó. De lehet az már ilyen boomer kifejezés. A Streber. Sétodri már fönt van, csak még a YouTube hackkeli. Ma töltöttem föl, lehet, hogy már jó is, csak még nem tettem ki. Jó, újabb napló. Na, fölvették, úgy tűnik. Aha. Szét fogom tanulni magam, hogy én legyek a legjobb kislány ever. Köszönök mindent. Aha. Anyu és apu megint kiabálnak egymással. Hát igen, anyagi problémák vannak. Nem minden ment jól a újjáépítési tervvel. Vagy, hát attól, hogy igen, na mindegy, nem úgy sikerültek a dolgok. Aha, hát igen, szóval valószínű, hogy nincs pénzük, és akkor így lehet, hogy nem tud egyetemre menni. Ez nagyon nagy szívás. És szeptember 23 anyu elment. Azt mondta, hogy menjek innen. Menjek az útból, bocsánat. El kell mennem innen. De hova behetnék? Ez csak egy rossz álom. Ah, basszus. Amelie hated the way her brother looked at her. I bet she wants to leave to get away from all that. Oké, akkor ez Emily. Most már ezt is tudjuk. Physics. Biology. Valaki itt készült a emelt érettségire. És még egy napló. Ja nem. Ez egy valamilyen hírújság. Aha. Fiatal diákot voltan találtak. Valószínű öngyilkos lett. Egy 18 éves középiskolás diák, a Kettenstad apartmentház, igen, tetőről leugrott. Kórházba szállították, de 2 órával később meghalt. Igen, az iskola staffja azt mondta, hogy valószínű otthoni problémák miatt nem tudott egyetemre menni. Semmilyen feljegyzést vagy naplót nem találtak. Igen. És a rendőrség úgy hiszi, hogy öngyilkos lett. Hát úgy tűnik, hogy akkor Emily is de nem biztos. Megyünk tovább. Hát ha a játék arra azt mondja, hogy erre jövünk, akkor erre jövünk. Ó.
A susú. Nine Su Drogen. Nobody likes you. És még a szekrényünk is össze van firkálva. Általánosban voltak veled ilyen kedvesek. Hát igen, általánosban a gyerekek sokszor nagyon gecik. A legtöbb. Teljes agyfasz. De jó. Megint üldöznek. A posztitek azok... Oké. Szaladunk. Nem tudom, merre megyek. Továbbra se. Ó, itt a kommentelők is itt vannak. Hát ebben most belenéztünk nagyon. Úgy rohadt jó, hogy így jövünk vissza a checkpointhoz. Nem arra megyünk. Vagy mégis. Nem jó. Look at me! Stop it!
Próbálok valami pattern találni, hogy merre kéne menni. Maja naplója. Na hát, ebből kiderül valami. Reggel óta nem is túl jó kedvem. Próbáltam ugye a graffitivel elfoglalni magam, de nem igazán éreztem, hogy erre van szükségem. Talán azért, mert vitatkoztam reggel anyuval. Talán nem. Vitatkoztunk már korábban is. Jó ideje tudom, hogy különböző dolgokat értékelünk, különböző az értékrendszerünk. Vagy talán azért, mert az osztálytársaim baszogattak. Bocsánat, hogy így mondom. Most jobb hirtelen nem jutott eszembe. Kétlem. Nem ismernek engem. Csak a saját problémáikat töltik ki máson. Szekáltak. Köszönöm. Köszönöm. Talán azért lehet, vagy biztosan azért van, mert elvesztettem azt a különleges szemét, és a reményt, amit adott nekem. Miért érzem magam így? Soha nem éreztem magam így korábban. The girl in this picture is Amelie. Amelie. Aha. Ezt egyszer már átnéztük. This guy looks familiar. They're hurt. Mindegyik őket megbántották. Where are you going? Yeah, that's right. Amelie. What's that? Oh, you like what you see? Come closer then. Wait a sec. You two are from my class. Those glasses look good on you. Sorry, she's so cute. Oh, akkor ő Emily. Feel free to stop by anytime. You're always welcome. Maya only ever cared about Amelie. Oh. She didn't see me. I was invisible to her. Tehát mindig is Emily érdekelte.
könyvtár. Ezeken a videókon is rajta a VHS effekt. Még ez Twitch-en biztos nem látszik, de... Ez az a könyv, aminek a szerzői öngyilkosok lettek, vagy szerzője pontosabban. I wrote my impressions in a letter. Aha. Read it when you get home, okay? Leírta a gondolatait a könyvvel kapcsolatban egy levélbe. Kettenstad a boszorkány által elátkozott város. Aha. Tehát, hogy valami átok lenne a városon, és azért nem tud kilábalni. Jó. Tehát, igen, a lélekszám csökken nagyon gyorsan, 0,7 a birth rate, tehát ez tényleg nagyon alacsony. A német nemzeti átlag fele, kevesebb, mint a fele, ami 1,6. Miscarriages 31%, az is nagyon magas. Az átlagnak az is duplája. A gazdaság romokban az elmúlt néhány év és a valaha virágzó iparváros már kétszer nem tudta magát feltámasztani. Nem! Ilyen nincs! A number of researchers. Tehát az, aki ilyen boszorkányokat, az nagyon mindegy. A lényeg, hogy boszorkányság van, valószínű. Egy japán nő lehetett. A 30-as évek gazdasági felvirágzásában vett részt. Na jó. Aha. De megölték. És még mielőtt meghalt volna, átkot szórt a városra. So, it is a curse. But why me? Why do I have to be cursed like this? Maja, find it. Ja, akkor lehet, hogy Maja a boszorkány? Jó, hát mit keresünk? Gondolom a könyvet. Már annál is inkább be, hogy könyvtárban vagyunk. Mindegy, körbejárunk. A boszorkányvadászat. A 30-as évek Németországában. Igen. Tehát ilyen... Igen. Jó, tehát akkoriban Kettenstad vonzó volt a gazdag befektetőknek, és tényleg, hogy élvezték a gazdasági jólétet. Igen.
De hogy a siker mögött ugyanakkor feltehetőleg egy japán nő állt, aki hát igen, a misztikus erőit használta, hogy irányítsa ezeket a befektetőket. Ne gondoljatok semmi rosszra. Boszorkány volt. Clairvoyance, tisztánlátás? Oké. A közel-kelet boszorkánya. Távol-kelet, far, igen. Távol-kelet boszorkánya néven híresült el. Volna el. És a németek tiszteletét is kivívta volna. De 47-ben nagy károkat szenvedtek ezek a befektetők. Igen, ott a 40-es években elég sokat. Ugye Németország elég sok mindent elszenvedett, maradjunk annyiba. Egy hatalmas tűzvész pusztította az ipari parkban. A legtöbb gyár megsemmisült. És a távol-keleti boszorkány kórházba került, de leugrott a tetőről és öngyilkos lett. Igen, valami ismeretlen betegséget diagnosztizálták. Azt hogy? Diagnosed with an unknown illness. Hát nem csak ismert betegséggel lehet diagnosztizálni, ha nem tudod, akkor azt mondod, hogy nem tudod. Na mindegy. Oké. Ugyanakkor néhány helyi úgy gondolt, azt állította, hogy a boszorkányvadászatot kell okolni. Azzal érveltek, hogy a boszorkány felemelkedése, mármint így a jólétben, feldőítette a polgármester pártját, aki a tűzvész körül kialakult káoszt használta fel, hogy elrejtse a gyilkosságot, tehát hogy ugye a zavarosba halászik, mint a legtöbb politikus, és ugye így emiatt hát ha nem terelődik rá a gyanú. Nincs bizonyíték, ami alátámasztaná ezt az érvelést, és a legtöbben csak ilyen összeesküvés elméletként gondolnak rá, de a polgármester pártja valóban visszavette a befolyást a város felett a boszorkány halála után. Azóta a lakosság egyre inkább abba kezdett hinni, tehát azóta abba hisz, hogy bármilyen balszerencse az a boszorkánynak a átka miatt van. Körbejárunk itt, hát ha találunk valami programozáskönyvet. Nincs. Igen, ezt már olvastuk. Hát nem tudom, akkor menjünk? Nem megyünk. Akkor csak körbenézünk még egyszer. Az jó, hogy a játék nem enged tovább, ez így okosan van megcsinálva. Nem kell nagyon sokat bolyongani. Öffnungszeiten.
szótár. Nem tudom, mi volt a könyvnek a címe. Szép irodalmi szekcióban? Köszi! Igen, itt van. I still wait for you. Looks like there's space for a book here. Wait, I think I know these. Mi is olvastuk? No way. Elit British Architecture könyv. Okay. No way. Tehát akkor a mi szekrényünkben is benne volt. Hosszú folyosó. Történik mindig ez. I've never seen Maya like that before. Soha nem láttam Mayát ilyennek. Jó vagy, Anita? You left me on read. Ó, igen. Ezt szokták mondani, amikor nem válaszolsz. Ja. Csak Mayára gondoltam. Nem tudom, hogy te tudsz-e róla, de Mayát csúfolták az iskolában. Nem biztos, hogy ez a jó magyar szó rá. Bulid. Tudom, de azt mondta, hogy jól van. Hát az az, hogy igen, ezt mondja. Úgy gondoltam, hogy nem kell erőltetnem a dolgot. De akkor már túl késő volt. Miért nem mondott bármit, mielőtt meghalt? Bárcsak mondott volna nekem valamit. Talán nem tekint rám barátként. That's not true. És ismét itt vagyunk az iskolában. Maya's locker. No, Maya szekrénye. Nincs itt a könyv. It wasn't here before either. És eddig se volt itt. Nope, még nem megyünk. Ó, itt is egy napló. What? Hazug. Boszorkány. Huh? Ó, itt is egy szekrény. Amelie's locker. Ez Emily szekrénye. Yes. Itt a könyv. It's just a novel. Csak egy regény. Wait a sec.
ott volt valami cetli. Wait. Egy másik szekrénybe. De melyik szekrénybe? Lehet ez a mi szekrényünk? Nem emlékszem. Melyik a mi szekrényünk? Miért van lelakatolva? Meg kéne találni a kombinációt. Nem emlékszem sehol, hogy szám lett volna írva, vagy említve, vagy... Ott egy egyes. Na, akkor puzzle-ezünk. Gondolom a színnek is van jelentősége. Oké, nézzünk szét. Ott egy kettes. Ott egy nulla, meg egy három. Nulla, egy, kettő, három, csak a sorrend. Azt mondja, hogy nulla, három, egy, kettő. I know what's inside, and I can't look away. Egy cetli. Ja, ez a gondolatai a könyvről, tehát Maja gondolatai, miután elolvasta, mondta, hogy adott egy nótot. To be beautiful and dignified for a fleeting moment, simply by letting go of life. Daring to bloom, knowing it won't last. And so falling in vivid color. I wish I could live like that. I want to experience true beauty. If only for a moment. I met someone who made me feel different. He showed me a whole new world. Gave me hope. I honestly thought he could help me find a new me. I felt it with all my heart. But people didn't understand us. Didn't want that from us. In the end, they took my hope from me. They took him away. De vajon ki lehet ő? People who can't achieve beauty seek comfort in others. They fear anyone different, hate them, try to tear them down. I can't take much more of this. I wish you and I could run away together, Emily. Just me and you. Igen, ott meg hím volt.
People didn't want us. They took him away. Okay. Maya. She was asking Amelie for help. But I just... Tehát Emilytől kért segítséget. Maya, you have everything. You're way more talented than me. So why? Why take Amelie from me? You acted like I wasn't even there. Oh, okay. Amelie is my friend. She's mine. Így már világos. Oké. I only wanted to take her down a bit. She was taking Amelie away from me. She wouldn't pay attention to me. How was I supposed to know she'd actually kill herself? Oké. Igen, féltékeny volt, mert elvette a barátját. Tehát ugye Emily Anita barátja volt, de nagyon sok időt töltött így a későbbiekben Majával. És emiatt hibáztatta, hogy hát, hogy nem tud vele annyi időt tölteni, amennyit szeretne. Hát igen. És akkor itt van ez a It's all your fault. No. Ja, hátra tudunk nézni. Oké. Van egy gomba, ami a hátra nézni. De ki üldöz minket? Ez a nagy kérdés. Aha, és most a közös kép van a falon. Közös képek. Kétszáztíz. Körbe-körbe megyek, ugye? Igen. Oh, shit. Ez Maja. Jön. Nem tudom, nem tudom merre kell menni. Komolyan. Talán a fény segít. Ki abból szorkány, hogy mi vagy Maja? I'm sorry. I'm so sorry. Újra.
Itt fog jönni, ugye? Nem. Erre jöttünk az előbb is. Kérdezhetnétek, hogy akkor miért megint erre? Szinte bárhova megyek, mindig ugyanoda lyukadok ki. Nem tudom, hogy a lakásszámoknak van-e jelentősége. Ugyanerre vagyunk, mint az imént. Majdnem mindegy, mintha mindegy lenne, hogy merre megyünk. Na most meg így fog jönni. Jönni. Ó, de feljönk a tetőre.
But I jumped off the building. Okay. Mindig nem találtuk meg. Oké, mit kell tennem, hogy megbocsásd? Maja naplója. Mentem el a villa tetejére. Nem tudtam másra gondolni, csak a lányra, aki leugrott tavaly. Sok lány megölte magát itt. Mindannyian tizenévesek. Ez egy népszerű hely, ahol az emberek megölik magukat. Oké. Ahogy néztem lefelé a tetőről, láttam, milyen magasan vagyok. Hogy ők nem féltek? Mi ment át az agyukon? Valamitől elugrottak, vagy valami felé ugrottak? What? Oké, és akkor itt vagyunk, ezen a helyen, ahol egyébként menekülnünk kell, általában. És menjünk tovább. Tehát azt mondod, hogy a saját bűntudatunk szórakozik velünk? Hát lehet. Nem mer kimenni. Szerintem ez meg az anyja, egyébként. Stuff only. De csak varázslók mehetnek be. Nincs remény. Nincs jövő. Nincs kiút. Ezek már a szobák, amik bejártunk, csak ugye most így le vannak zárva. Megint kezdődik. Amit a kontroller művel, az valami egészen elképesztő. Wait. Me and my mom lived here. This is our living room. Egy egyedülálló anya naplója. 2011. Aha, teljesen elvesztettem, soha többé nem fogom látni. Azt hittem, hogy megtaláltam a boldogságom, de mind csak egy álom volt. Ugyanakkor nem vesztettem el mindent, mert még itt vannak a gyermekeim. A cuki kis angyalkáim.
NDK vibes. Ajaj. Február 2012. Az új Amber feljött hozzám már egy pizzával. A gyerekeknek mindenképp kell egy apa. De még nem igazán tudják elfogadni. Idegesnek tűnt, amikor elment. Remélem nem utál. Hát, Sherit Adri, lehet igen. Hogy így van. Hogy a bűntudat gyötri, és emiatt játssza végig ezt az egész dolgot. A lányom rajzolt egy képet a családunkról. Mosolygunk, és fogjuk egymás kezét. Bárcsak őt is odarajzolta volna, Mája fickót. Talán nem jött még rá, hogy esetleg csatlakozhat a családunkhoz. Kicsit lassabb, mint az ő korabeli más gyerekek. De reméljük, hogy összeszedi magát és leelőzi őket hamarosan. Tudom, hogy kell felnevelni egy gyereket. Jó anya vagyok. Nem vagyok az a szívtelen ribanc, aki engem felnevelt. Nem fogom a gyermekeimet gyűlölettel és félelemmel megtölteni. Hát igen, ez a lakás már annyira nem néz ki jól. Itt a hálószobánk, vagy az ő hálószobájuk, talán. Napló, 12. március 7. Ismét jött, mosolyjal az arcán és pizzával a kezében. Mi más kell? Arra az új helyről, amiről beszélt. A lányom utálta a pizzát. Nagyon válogatós. Te meg kéne tanítanom arra, hogy olyan dolgokat tegyen, amit nem szeret. Tudom, hogy engem is, nekem is erőltették, hogy olyanokat tegyek, amiket nem szeretek, amikor gyerek voltam. De meg kell tenni, gondolom. Hát szerintem meg nem, de na mindegy. Fáradt volt a munkától, csak pihenni akart. Jó kedvem lesz tőle. Can do the same for him. Oké, tehát itt a gyerekekre gondol, hogy nem elég szigorú velük. Szükségünk van rá egy boldog élethez. És ez fontos, hogy erre ők is rájöjjenek már, hogy a gyerekek. Tudom, hogy ez egy kicsit nyers. Volt, de hogyha nem látják derűsen a helyzetet egy darabig, akkor talán őt fogják. Fú, ez nagyon furcsa gondolatmenet. Oké. Április. Aha. Tehát azt mondta, hogy hát ez a
zörgés, vagy nem is tudom, banging a szekrényajtón nagyon nehézé tette, hogy pihenjen, unwind, mindegy. Bár csak csöndbe lennének egy darabig. Mi a fene van velük? Már nem jön annyiszor, mint szokott. Ha nem talál ki valamit, soha többé nem látom. Uh-huh. Hát igen, a gyerekek nem annyira fogadták el az új apukánt. Most mi miért lettünk ilyen alacsonyak? Gondolom szándékosan. Nem? Olyan alacsonyak vagyunk. Jó, itt egy rajz. Gyerek vagyok, igen. Újabb néhány év eltelt, vagy valamennyi idő eltelt. Pár hónap telt el. Minden csinem van, szerinte. Aggódott a gyerekek miatt. Így hát hozott nekik egy csomó könyvet és játékot. Ez majd lefoglalja őket. Olyan sokat megyek el otthonról manapság, hogy hát otthon elég nagy rendetlenség van. Hát, egy írdatlan nagy gané van, de mindegy. De mire visszaérek, már nincs hozzá energiám. Aha, igen, és akkor a gyermekjóléti központ meg is kereste őt. Aha. És hát igen, valami szomszéd jelentette, hogy gyereksírás van. Hát, igen, mi köze hozzá? Ezt a kérdést tette föl. Mostanában nem szólnak hozzám. Ja, ő nem szól, igen, nem keres már. Oké, bocsánat. Az a sorsom, hogy egyedül legyek? Mindenki más élvezi az életet, amíg én szétdolgozom magam, hogy neveljem a gyerekeimet. Miért én vagyok a rossz ember? Július. Ha nem lennének gyerekeim, már a nyári vakációmat tervezném a barátaimmal. Már semmi sem számít. Már csak tényleg kúszok-mászok át az életen. Tudom, hogy mi van abban a szekrény, hogy mi történik abban a szekrényben, de nem tudom meg, de nem nézem meg. Képtelen vagyok megnézni. Csak boldog akarok lenni. Mi a gond ezzel? Stop! Gyermekjóléti központ. Krista Planert. Aha, igen, és itt, hogy írják is neki, hogy megsértett ilyen-olyan szabályzatot, meg mit tudom én. És hát igen, elveszik tőle a gyerekeket. És itt a szekrény. Ó, hogy valaki itt lakott. Child dead by neglect. Oké, tehát hogy egy
halott fiút, kisfiút találtak a hűtőben, fagyasztóban, a anyát letartóztatták. 41 éves anya. Letartóztatták. Igen, tehát azt állítja, hogy a szekrénybe zárta a fiát több mint egy napra, hogy büntetésül. És amikor azt vette észre másnap reggel, hogy nem mozog, az életentestet betette a fagyasztóba. Igen, most boncolást végeznek rajta, hogy megkiderítsék, mi okozta a halált. Igen, tehát hogy a lány szaladt át a szomszédba, hogy hívják a rendőrséget, és hogy jelentsék az anyát, hát elhanyagolás, neglect, tehát hogy nem foglalkozott a gyerekével. Mikor a rendőrség kivonult, akkor látták, hogy a fiú testvér teste a fagyasztóban van, és letartóztatták. Oké. De akkor ez az Emily-nek a... Emily és a testvére, vagy... Nem. Oké, ez Anita. Seeing this room here in the villa. I tried so hard to forget this place. Okay, ezt elolvastuk. Igen, ezt is elolvastuk. Hát nem tudom, akkor megyünk vissza. Okay. Megint menekülünk. Kéne. I really like what you drew me way back. Ezek a szép dolgok, amiket Maja mondott nekünk. Megint ez a menekülés. Thank you.
az iskola, mintha... What are you hiding inside? Nem tudom, merre megyek. Ez anyánk, aki itt üldöz minket, gondolom. Ja, lehet, hogy a stúdióba kéne mennünk, mert mintha a telefonom az lehet... Ezeket... Igen, mert ott még most lánc van az ajtón. De hogy találjuk meg ezeket a... ezeket, ugye egyre kevesebb lánc lesz rajta. Látjátok, hogy jön le róla. Hát ezek a kedves dolgok, amiket mondtak neki. Ami úgymond ilyen reményt adhat. Ha jól értem. Ezeket kéne keresni. Közel van nagyon. You're way too hard on yourself. És most nem is látok semmit. Az a legjobb az egészben. Voltunk. Hát, talán...
talán erre. Itt a szekrény, oké. Okay. Na és már csak egy kicsi lánc van rajta. Hol nem voltunk még? Jó kérdés, mi? Mintha még nem jöttünk volna. Hát ez remek. Oh, itt van, csak még van rajta lánc. Oh shit. Jó, legalább megvan, hogy mit kell csinálni. Nem arra. Erre. Nem erre. Oh, shit. Kell majd visszajönni, ha jól sejtem. You're into art, right? You could audit an art class. Visszafele. Ugye? Igen, itt az ajtó. Nem is kap minket. Az első kettő megvan hamar. Utána nem tudom, hogy merre.
tényleg itt... Csak tényleg kimegyek. És igazából itt vannak rögtön. I really like what you drew me way back. Itt lesz a bőrön. You're into art, right? You could audit an art class. Már csak azt kéne tudni, hogy ugye az iskola fele kéne menni. Az merre van. Nézd, megpróbálunk erre jönni. Az iskola. Akkor itt a végén ott van a szekrénye. What are you hiding inside? És még kéne kettő. Közel van, hogy nem nagyon tudok nézelődni, hanem menni kell. Ó! Körbejöttünk. Ez egy érdekes dolog. Na most eljünk el. Valami hintet adna a játék, hogy... Hát ez remek. Aha. Úgy, megint itt vagyunk az elején. Itt vagyunk az iskolánál. Ezt ugye már megtaláltuk. Vagy jelenleg csak tényleg kóvájgok össze-vissza, mert... Fogalmam sincs, hogy... Nem tudom, hogy ezek a lámpák esetleg, amik itt világítanak, hogy...
ez jelente valamit. Tehát, hogy ez adna esetleg valami hintet. Passz. Fogalmam sincs, és megint itt vagyok, almában voltam. Leesett a lánc. Mert csak meg kéne találni. Tehát el kéne oda találni. Sokat. Ja, hogy akkor már elirányít oda. Jaj, ja. Itt vagyunk. Hó, nagy nehezen. Am I gonna be alone forever? Köszi a csírcselit, Adri. Aha, és akkor itt most mit csináljunk? Na, itt egy napló. Maja naplója. Nagyon elfoglalta Meló. Úgy döntöttem, hogy megfestem a lányokat, akik leugrottak a tetőről. Szeretném azt gondolni, hogy valami jobb helyre távoztak. Szerintem most már nem vagyok, nem, már jobb, tehát jobban érzi magát, mert inspirált. Oké, mindenemet be fogom tenni ebbe a műbe. Vagy, hát műbe. Március 4. Oké. Majdnem készen van. Igen, tehát ez lett a legnagyobb, tehát a legjobb művem. De ez kész, akkor mi legyen? Van, bennem van, hogy valami jobbat is tudok csinálni. Mennyi ideig tudom élvezni azt a népszerűséget, amit most kapok. Ha, tehát vajon vár még, vár rám csalódás a jövőben, oké? Aha. Tehát a szomorúság, ami korábban is zargatott, vissza utat talált a fejembe. De úgy valószínű, de könnyen lehet, hogy mindig is ott volt. Ki tudja, hogy milyen gyakran fog előjönni. Aha. Lehet, hogy véget vetek ennek az egésznek, amíg boldog vagyok. Bárcsak tudnék valakivel beszélni erről.
És hát mi van még itt? Újság. Népszerű művész találtak holtan, ismeretlen okból. Tehát holtan találták itt a Kettenstadt épületben, ebben az épületben. Collapsed on the grounds. Tehát összeesett. Kórházban állítvították meg a halált. Úgy gondolják, hogy tehát a hatóságok úgy gondolják, hogy öngyilkos lett. De a népszerűségét tekintve, illetve hogy senki a társai közül nem gondolt erre, nem zárták ki azt, hogy valaki csak annak akarja beállítani, és egy teljes nyomozást rendeltek el. Wait. She killed herself half a year ago? Tehát fél éve. And that means I've been here this whole time. Azóta itt vagyunk. What'll it take for you to forgive me? Please, end this. Just let me die. Na, tehát Emily nem hagyja, hogy... Érdekes. Oké, van-e új rajz? Is this... me? When did she draw this? I want to show the hidden side of girls. Their impulses. Their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. So, she did notice me. Tehát, hogy mégiscsak foglalkozott velünk. Oké, hát ez az újság. I was so happy when my mom liked the first picture I drew. I could have had a different life, too. I guess someone finally did love me. You actually noticed me. I never thought you would. Emily, what should I do? Anita, what's up? I'm sorry, Emily. I'm such a piece of shit. I had no idea she'd do that. What are you talking about? Did something happen? I thought I was invisible. That
I didn't matter. No matter what anyone said, I didn't listen. Anita? But you and Maya, both of you did see me. I should have figured that out sooner. Anita, wait. Where are you right now? Thank you, Amelie. You were always there for me. I'm going to go apologize to Maya now. Wait! Anita! Calm down. Just listen to me. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. But I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love, and for those who love me, I want to keep moving forward and never look back to 18-year-old me. Okay. Hát. Fogalmazunk úgy, hogy nem teljesen erre számítottam, de nagyon komoly volt. Tehát... Nagyon nehéz téma ez, és nyilván a... tényleg a jelenkorunkat azért úgy eléggé jól reprezentálta. Ugye sok-sok mentális probléma, ami ugye van. Moving day. It feels kind of scary leaving my hometown, but I'll be fine. I have my best friend with me. Ne pofázzak. Jó, most már lehet. Szóval tényleg nagyon-nagyon komoly téma, és szerintem egy nagyon jó minőségű megközelítés, tehát feldolgozása volt a témának. Hát én nem erre számítottam. Nagyon-nagyon nem. Kicsit halkítok. Szóval nagyon komoly téma tényleg, és látom is egyébként a kollégákon is. Ugye ők főleg fiatalabbak. Igazából tényleg ilyen hát 20-as éveik elején járó fiatalok, PhD hallgatók, hogy tényleg rengeteg-rengeteg mentális problémával küzdenek ők is, pedig ők még tényleg a, hogy mondjam, a szerencsésebb életű, tehát szerencsésebb életből jönnek.
hát akik tényleg ilyen családi háttérrel, mint ugye, hogy a főhősünk is, hogy az anyja milyen volt, meg hát ezt tényleg el sem tudom képzelni. Úgyhogy hát le a kalappal. Tényleg egy nagyon jó kis tízere volt ennek a Silent Hill-es dolognak, ugye, hogy újra elővették a franchise-t. Ugye, hogy hát nem sokáig jön a Silent Hill 2-nek a remake-je, hogy elég komolyan elő fogják venni elvileg ezt a Silent Hill franchise-t. Meglátjuk persze. Minden esetre az, hogy egy hát majd 3 órás játék, nyilván, ha ügyes vagyok, akkor lehet, hogy ez itt vagy 2 óra, meg ha jobban haladunk. 2-3 órás ilyen minőségű játékot csak így kidobnak ingyen, hogy tessék, itt van, és nagyon komoly voice acting-el, mert szerintem nagyon jó volt, tényleg nagyon komoly megvalósításban, egy röccenés nem volt a játékban, tehát tényleg technikailag is tökéletes. Hát le a kalappal, de komolyan. Mondom, a téma az meg, hát engem, ahogy a divatosan mondják manapság, levett az életről. A happy endnek örülök mindenképpen, mert ha nem happy end lett volna, akkor... Úgyhogy tényleg nekem nagyon tetszett, remélem nektek is. Hát tényleg nem erre számítottam. Igazából félelmetes nem volt, bár mondjuk a Silent Hill-ek sose feltétlenül arról voltak híresek, hogy a nagyon sok brutál jumpscare lenne bennük. Van egy-kettő, de inkább ott a hangulat volt az, ami nagyon ilyen nyomasztó, meg legalábbis amennyire én emlékszem. Mondom, nagyon régen volt már, de... Ja. Nézzünk rá Scorn-ra. Jó, meglátjuk majd. Meglátjuk. Megérni nem annyira szeretek. Úgyhogy... Ridley Scott látvány. Jó, megnézzük, mondom, időkérdése. Hogy hogyan tudjuk beütemezni. De mondom, ez most tényleg részemről teli találat volt ez a játék. És tényleg nagyon-nagyon aktuális. Nagyon-nagyon aktuális, mert tényleg rengeteg ilyen tényleg tömegek vannak, akik ilyen nagyon-nagyon komoly mentális problémákkal küzdenek, és nagyon sok országban még nem igazán foglalkoznak ezzel. Sajnos. Na, nem tudom, hogy lesz-e itt még valami. Igen, és akkor a két kép így, majd ez eddig külön volt. És akkor itt ugye, hogy kér segítséget. Hogyha nehéz. Na, srácok, akkor szerintem itt, hát nyilván ma már meg is állunk. Még itt megnézem, azt mondja, hogy van chapter select. Jó, így végig lehet menni a chapterökön. Oké, és na, én köszönöm szépen a mai figyelmet. Tényleg nekem nagyon tetszett ez a játék, nagyon jó volt, elképesztően nyomasztó és elképesztően nehéz téma, de nagyon tetszett, mert nagyon minőségi feldolgozása volt, jó minőségben járták körül a dolgot, az én megítélésem szerint. Annyit tudok mondani, hogy nekem tetszett. Remélem nektek is, imára megköszönöm a kitüntető figyelmet, köszönöm a cheer-cherit, Adri. Következő stream vasárnap lesz, Discordon majd egyeztetünk, addig is én kívánok nektek további kellemes estét, és további kellemes hetet. Na, szevasztok!